Már az első fél időben elindult az adok-kapok a 60-i kézilabda csapat és a BVSC játékosai között a 60-i sportcsarnokban megrendezett mérkőzésen. Az első etapban gólelőnyhöz jutott az ellenfél csapata, azonban a játék második részében sikerült megfordítaniuk a meccsállását a 60-iaknak. A mostani mérkőzésen Bárány Zsolt vezetőedző lánya állt a kapuban. Bárány Panna így látta a mérkőzést. Nagyon ügyesek voltak a BVSC-sek is, tehát hogy egyáltalán nem úgy álltunk hozzá, hogy hú, mi ezt most abban automatikusan megnyerjük. A győzelem ellenére Bárány Zsolt nem volt elégedett a lányok teljesítményével. Fejben voltunk gyengék, mert hogyha az ember feszesebbre veszi a gyeplőt velük szembe, meg erélyesebben próbálok velük bánni, akkor tudjuk hozni a dolgokat. De könyörgöm, én nem ezt szeretném elérni, hanem örömjátékot. A vezetőedző hozzátette, az idényből két meccs maradt, az egyiket idegenben játsszák majd a lányok, a másikat a 60-i sportcsarnokban december 17-én.